Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mivel készültünk a következő percekre. 130 millió forintból épült az 500 négyzetméteres csarnok. Megváltozik júliustól a hulladékkezelés módja idehaza. Felhőtlen kikapcsolódás a Bonyhádi élményfürdőben. 3 napig minden a könyvekről szólt. 130 millió forintból mintegy 500 négyzetméteres csarnokot adtak át Bonyhádon. Az eseményen stábunk is jelen volt. 25 év munkája érett be a most átadott teljesen új, mintegy 500 négyzetméteres csarnokkal. Az 1998-ban alakult acélcsarnok szerkezetek gyártásával foglalkozó cég pályázati támogatásból és önerőből valósította meg a mintegy 130 millió forintos beruházást. 1998-ban 3 akkori kollégámmal úgy döntöttük, hogy mi ezt a dolgot tudnánk. Egy helyen dolgoztunk, és úgy gondoltuk, hogy mi ezt tudnánk jobban másképp csinálni. Azóta is ugyanebben a formában működünk. A tulajdonosi körben azért kisebb változás történt, de 98 óta azt csináljuk, amihez úgy gondoljuk, hogy értünk. Acélcsarnokokat gyártunk és csarnoképületeket szerelünk, illetve azokat öltöztetjük. Csak a magyar piacon dolgozunk, külföldre nem járunk dolgozni. Megtaláljuk a számításunkat ezen a területen, tehát a magyar piacon. Annyi munkánk van, hogy nem kényszerülünk arra, hogy külföldre menjünk. Ez egy második ütemű bővítés volt. Ennek az 500 négyzetméternek nem volt olyan nagy hordereje, itt igazából egy raktár bővítés történt. Az első ütem, ami 2 évvel ezelőtt készült el, annak volt igazán jelentősége, mert egy nagyon modern, azt mondom, hogy egy mai igényeknek mindenben megfelelő csarnokot tudtunk építeni. Igazából azt úgy érzem, hogy a termelékenységünket is növelte, ezáltal az árbevételünket is, de inkább azt gondolom, hogy gyorsabban és minőségibb terméket tudunk gyártani ebben az új csarnokban. A Bonyhádi Városházán pontosan tudják, egy helyi cég fejlesztése a helyiek, sőt a város érdeke is egyben, a beruházások ugyanis munkahelyeket teremtenek, a kapacitás bővítés pedig plusz adóbevételt eredményez az önkormányzat számára, ami a településre fordítható. Ez az egyetlen olyan eszköz és lehetőség az önkormányzat kezében, amiből közjelöltő célokra tud fordítani, ezért mi tudatosan hosszú évek óta, mondhatom már, hogy évtizedek óta építjük és bővítjük ezt az ipari parkot. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy hol állami forrásból, hol a pályázati forrásból, hol a cégekkel közösen, akár közös új céget alapítva, mint jelen esetben is a BIP Kft. Egy közös önkormányzat többségében, 51%-ában önkormányzat tulajdonú cég, de 4 másik vállalkozással együtt alapítottuk még 2016-ban, annak az érdekében, hogy az akkori uniós forrásokat közösen meg tudjuk pályázni, és itt ezen a területen az ipari parkot tovább tudjuk bővíteni. Úgyhogy nagyon fontos, nincs még vége, remélem, hogy még nagyon sok minden fog épülni ugyanezen a területen, hiszen már évek óta dolgozunk azon a háttérben, hogy egy újabb uniós forráscsomagnak köszönhetően tovább bővíthessük ezt az ipari parkot. Az iparőrzési adó bevétel, talán most így fogalmazhatok, Covid előtt és után így lehet talán a legjobb paramétereket mondani. Meglepő módon a Covid nem volt rossz hatása rá. Utólag hozzáteszem, hogy hál' Istennek, hiszen nagyon tartottunk attól, hogy ez negatív értelemben befolyásolja majd, de ez nem így történt. Elmondható, hogy nagyságrendileg évről évre nő az iparűzési adóbevétele a városnak. Köszönhető ez annak, hogy egyre több cég itt fizet már, illetve annak is, hogy az itt már működő és itt prosperáló cégek pedig egyre nagyobb bevételre tesznek szert. Az önkormányzatnak, mint ahogy az előbb említettem, minden eszközt meg kell ahhoz ragadni, hogy fejlesztési forrásokat tudjunk idehozni. Nem olyan rég voltunk a Vármegyeházán Navracsics miniszter úrnak egy előadásán, ahol valóban úgy volt, ahogy államtitkár úr itt a köszöntőjében fogalmazott, hogy ugyan még nagyon pici pontként, de fölkerültünk már Magyarország ipari parkos térképére, hiszen azért, ha csak Tolna megyében gondolkodunk, azért egy Pakssal nyilván nehéz versenyezni, nem is ez a célunk. De egy ilyen 13 ezeres kisvárosban, mint amilyenek mi vagyunk járásszékelyként, nagyon fontos az, hogy minél több betelepülő vállalkozás legyen. A jövőt illetően most is azon dolgozunk, hogy a TOP plusz forrásokból az 3-as ütemű ipari fejlesztést megvalósítsuk. Mi egy alapinfrastruktúrát szeretnénk biztosítani a betelepülő vállalkozásoknak. Több céggel már van földhasználati jogra kötött szerződésünk, és jelenleg is tart egy olyan nyilvános pályázatunk, ahova várjuk
az újabb betelepülni szárnyékozókat. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője most arról beszélt, az ipari park fejlesztése a 2010-es években gyorsult fel. Sajnos a 2000-es éveknek a gazdaságpolitikája nem olyan volt, hogy ezt tudja támogatni. Kellett ahhoz, hogy a polgári kormány 2010-ben átvegye az országnak az irányítását, és a gazdaságpolitikánk is jelentős mértékben megváltozott. Ott is még néhány év eltelt, amíg elő tudtuk készíteni az ipari parknak a kialakítását, és 2014-től pedig folyamatos sikerekről tudunk beszélni. Azért azt látni kell, hogy a semmiből nem lehet építkezni. Itt nagyon erős összefogás kellett a város részéről, az itt élő emberek részéről, a vállalkozók részéről, és nyilván kormányzati politika is kellett ahhoz, hogy mindez meg tudjon valósulni. Közösen lehetünk erre büszkék. Nagyon reméljük azt, hogy a háborúnak minél előbb vége lesz. Fegyverszünet kell, és az kell, hogy a háború véget érjen, és utána az a töretlen fejlődés, ami ennek az országnak az életét jellemezte, gazdaságát jellemezte, ez tovább fog folytatódni. Sőt, most is azt látjuk, hogy minden nehézség ellenére a gazdaság tovább bővül. Nyilván ennek az üteme lassult. Most úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk ebben a helyzetben az eredményeknek a megőrzése. Az, hogy stabilizáljuk a helyzetet, ezt teszi egyébként a kormány 2020 óta. 3,5 éve más sem csinálunk, mint a helyzetet próbáljuk megfogni, hiszen először egy világméretű járvány érintette Magyarországot is, ami akár járhatott volna azzal is, hogy a gazdaság teljesen összeomlik, utána pedig 2022. februárjában kitört az orosz-ukrán háború, közel 1,5 éve zajlik, nagyon érzékenyen érinti ez a magyar gazdaságot, és nyilván nem csak a háború, hanem az erre adott európai szankciós válaszok. Mi itt Közép-Európában ilyen szempontból nagyon kitettek vagyunk ennek, főleg egy olyan ország, ami alapvetően az exportra épül, a gazdaságra erre épül, és hát nyilván nem tudjuk a világ hatásai alól kihúzni, vagy kivonni magunkat. Úgyhogy ebben bízva, meg az emberek szorgalmában, kitartásában bízva, én azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk tartani, ezt a helyzetet, akkor amint a háborúnak vége lesz, utána újra egy nagyon lendületes fejlődés fog következni. De egyébként zajlik itt az ipari park következő ütemének az előkészítése. Nagyon várunk arra, hogy az európai uniós pénzek meginduljanak, és azonnal kezdődnek a toppos pályázatoknak a kivitelezései. A fejlesztéssel ismét gyarapodott a Bonyhádi Ipari Park, amelynek további bővítését stratégiai célnak tekinti az önkormányzat. Megváltozik júliustól a hulladékkezelés módja idehaza. A feladatot ugyanis az állami MOL veszi át. Jó hír viszont, hogy a lakosság ebből szinte semmit nem érzékel majd. Néhány nap múlva jelentős változás következik be a hazai hulladékfeldolgozás területén. Az új rendszerben ugyanis a feladatot az egész országban a MOL leányvállalata, a MOHU veszi át. Így lesz ez Bonyhádon is július 1-től. Magyarország célja ugye az, hogy a minél kevesebb hulladék termelődjön, illetve hogy ami keletkezik hulladék, azt minél nagyobb arányban újra tudják hasznosítani, tehát újra forgalomba kerüljenek a termékek, és ehhez az átálláshoz most a MOHU hulladékgazdálkodási ZRT veszi át ennek a szerepét, illetve magát az egész hulladékszállítási rendszert, és ez a rendszer július 1-től fog életbe lépni. Jó hír, hogy a helyiek a változásból valószínűleg nem sok mindent érzékelnek majd, vagyis a bonyhádiaknak semmit nem kell tenniük, minden ugyanabban a rendszerben működik tovább, mint eddig. A szemétszállítást illetően semmilyen változás nem lép életben az év második felében sem, tehát ugyanúgy két hetente lesz
a szelektív hulladékgyűjtés is, illetve a zöld hulladékszállítás november 24-éig zajlik majd, és továbbra is fenntartjuk. Ugyanúgy az éves lomtalanítást is meg fogja tartani a szolgáltató. Az éves lomtalanítást is meg fogja tartani a most a jelenlegi szolgáltató, ami október 9 és 12-e között lesz a szokásos módon. A hulladékszállítás menetrendjéről a korábban kiadott lakossági tájékoztatóból, illetve menetrendből tájékozódhat a lakosság, amit ugye ők is megkaptak, illetve a város honlapján is továbbra is elérhető számukra. Az egyetlen változás tehát egyelőre az lesz, hogy a lakosságnak a számlát más cég állítja ki. A csekkeken a továbbiakban nem az NHK ZRT, hanem a MOHU fog szerepelni. A csekkekhez, illetve az elszámlákhoz lakossági tájékoztatók fognak mellékelni. Aki eddig banki átutalással fizetett, annak annyi dolga lesz, hogy már nem az NHKV bankszámlájára, hanem a MOHU ZRT-nek a számla számára kell utalni az összeget. Aki csoportos beszedéssel fizet, illetve egy elektronikus rendszeren keresztül ezt a megoldást választotta, neki semmi teendője nincsen, ugyanis a rendszer továbbra is működik, és már a befizetett összeget az új szolgáltató fogja megkapni. Fontos tudni, hogy a következő napokban a Bonyhádi hulladékudvar zárva lesz. Az átállás miatt most valószínűleg az ország más pontján is, ugyanígy Bonyhádon is, most június 21-től 30-ig nem vesznek át a hulladékudvarba hulladékot, de július 1-től ez továbbra is működni fog, csak a rendszer hatékonysága érdekében, illetve az átállás miatt szükséges most ez az úgymond zárva tartás. A szolgáltatási díjakat illetően változás nem lesz, továbbra is a rezsicsökkentett díjakat fogja számlázni az új szolgáltató. Amennyiben bármilyen változás lép életben, illetve fontos információ van, azt mind a MOHU, mind pedig Bonyhádváros önkormányzata tájékoztatni fogja a lakosságot. A lakosságot tehát egyelőre nem érinti jelentős mértékben az átállás. A bonyhádi termálfürdő is nyitva áll már a látogatók előtt, minden igényt kielégítő színvonalas fürdési lehetőségekkel és programokkal várják az odalátogatókat. Kánikulában már élvezik az első vendégek a strand kellemes vizét. A fürdőben lévő összesen 640 négyzetméteres felülettel rendelkező élmény és úszómedencét csúszdával, csúszdamedenceöböllel, sodróárral, gejzír, nyakzuhany élményelemekkel és víz alatti teraszos ülőfekvő területtel is felszerelték. Az ülőmedencében hátmasszás kényezteti a vendégeket. A pancsolómedencében pedig többféle játékelem, csúszda, gomba és fóka biztosítja a kicsik szórakozását. Nyári strandolásokhoz egy kiváló helyszín, hiszen minden adott a kikapcsolódáshoz. De az sem mellékes, hogy kifejezetten kedvező áron vehetők igénybe a szolgáltatások. Örömmel tudom tájékoztatni a televízió nézőit, hogy ebben az évben áremelésre nem került sor, tehát a tavalyi árszínvonalon tudnak hozzánk belépni a vendégek. Ez fontos most is felhívnom, hogy az árrendszerben különbséget teszünk bonyhádiak és úgynevezett vidékiek között, ezért mindenképpen szükséges a lakcímkártyát felmutatni a beléptetés során, hogy el tudjuk dönteni, ki melyik kategóriai jegyet kapja meg. A korábban nagy sikerre működött a hajnali, reggel 6 órai úszás lehetőség, ezt továbbra is biztosítjuk. Tehát kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon reggel 6 órakor bérlet ellenében lehet jönni, és másfél órán keresztül az úszó részt igénybe lehet venni a medencében.
Az elmúlt években nagyon megkedvelték a környékbeliek a fürdőt, de sokan látogatják távolabbi vidékekről is. Ez a gazdag programkínálatnak is köszönhető. A nyári programokról néhány szót összefoglalva, amit biztosan tudunk, hogy 7. hónap 9-én, egy szombati napon, sakszimultánnak biztosítunk helyet, az azt jelenti, hogy sakk nagymester fog ellátogatni hozzánk, és igény szerint 15-20-25 asztalon egyszerre sakkpartit fog adni, azon részt lehet venni diérítésmentesen, tehát akit érdekel, az jól jegyezze meg, július 9-én várjuk a hozzánk sakkozni betérő embereket. De emellett még a Fényszínház is nagy sikert szokott aratni, ami már szervezés alatt áll. Valószínű, hogy július végén egy szombati napon várható az izgalmas fényjátékkal egybekötött éjszakai fürdőzés. Mint minden évben, ebben a szezonban is lelkiismeretesen végezték el a strand felkészítését. Amikor elkészülöttünk, kisebb, nagyobb újításokat, javításokat végrehajtottunk. Ezek közül kiemelném azt, hogy régi vágyunk teljesült azzal, hogy a medencékbe való beléptetés során, vagy medencébe való belépés során kedves vendégeinknek a törülközőket messze kellett hagyni ott, ahol éppen letáboroztak. Most kialakítottunk mind a három lépcső bejárat mellett törülköző tartókat, tehát ha valaki kijön a medencéből, akkor rögtön a törülközőjét karnyújtásra megtalálja és meg tud törülközni. Emellett ugye akkor ugye a zöld területünkre nagy figyelmet fordítunk, volt egy-két cserje, ami kiszáradt, azt pótoltuk, és készen állunk a nyitásra. A hatósági ellenőrzések is lezajlottak, a vízminősége kiváló. A hőmérséklet is nagyon kellemes 25 fok körüli, illetve a termálvizes medencében 37 fokos, aminek köztudottan vannak terápiás előnyei bizonyos betegségek esetében. A mozgásszervi problémákra vagy akár érszűkületi betegségekre a termálvíz kiváló gyógyhatással van. De még a sport vagy más izomsérülések utólagos kezelésében is jelentősen gyorsítja a gyógyulási időt. A Bonyhádi az újabb fürdők közé tartozik, pedig nem sokkal a rendszerváltás után találtak itt már termálvizet. 1991-ben létesítették az alsó széplakik utat. A strandról közel 20 évig csak tervek születtek. 2009-ben megkezdték az építkezést, de az sokáig elhúzódott. Végül a helyiek nagy örömére 2012 májusában végre megnyithatta kapuit 13.000 négyzetméteren az élményfürdő. 963 méter mélyről 66-68 fokos termálvizet nyernek, ezt hűtik vissza 28-30, illetve 38 fokos hőmérsékletűre. Minden medence típusban más-más a hőmérséklet, így mindenki megtalálhatja a neki legkedvezőbbet. Három napig minden a könyvekről szólt Bonyhádon, a városban ugyanis 22. alkalommal rendezték meg a Völgységi Könyvfesztivált. Színes programok sora várta az érdeklődőket a Perccel kertben. Könyveké volt a hétvége Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtár által szervezett Völgységi Könyvfesztivál immáron 22. alkalommal kapott helyet a Perccel kertben. Az esemény 2001-ben indult, akkor még csak egynapos rendezvényként, napjainkra már háromnapos programsorozatra nőtte ki magát. Kiadó kézművesek érkeznek ide hozzánk, sátratba, a kedvezményesen árulják portikáikat. Minden korosztálynak igyekeztünk programot szervezni, egészen a kicsiktől az idősekig. Lesznek írólvasó találkozók, könyvbemutatók, koncertek, illetve van három kiállításunk is. Idén első alkalommal szervezzük meg az első Völgységi Sakkpartit, amelyre szombaton reggel 9 órakor kerül sor, három korosztály nevezett, ezek fognak versenyezni, illetve szombat este az első Völgységi Kerti Parti, amely egy ilyen közösségépítő jelleggel szervezzük, ahol itt tudnak beszélgetni, enni, inni a vendégeink. Az ország minden részéről érkeznek kiadók, illetve kézművesek is most már, tehát akik saját maguk készítik a termékeiket. Szeretnénk közösséget építeni, meg szeretnénk a város életében részt venni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nyárindító programnak
egész jó. Idén ismét átadták a Könyvtárért, a Kultúráért díjat, amit ezúttal Filó Tamás helyi történelem tanárnak ítéltek oda. Nagyon régóta segíti a munkánkat önzetlenül, amióta az Arany János gimnáziumban dolgozik, azóta minden rendezvényünkre, tehát versenyekre, vetélkedőkre, kiállításokra, osztályokat, csoportokat és diákokat szervez, tehát még sosem hagyott minket cserben. Ezen kívül a Völcsegi Könyvfesztiválon már évek óta vállal feladatot. Akik ismernek, azok tudják, hogy nagyon a szükszavúság nem jellemző rám, de most nehezen találom a gondolataimat. Talán a tanévzárás feszültsége is még rajtam van, de nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok a Solymár Imre Városi Könyvtár minden munkatársának, hogy egy ilyen évet, egy ilyen tanévet és ilyen éveket tudhatunk magunk mögött. Az együttműködés velük számomra is mindig építő volt, és csak tanulhattam tőlük, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. Azt is, hogy titokba tudták tartani, ami megint csak a lehetetlen kategória, sokszor azt érzem. Hogy mi van bennem? Nagyon hálás vagyok az osztályomnak, a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gimnáziumi tagozatának valamennyi tanulójának. Értékesek ők nagyon számomra, és nélkülük ez a díj ez nem is kerülhetett volna hozzám, így azt gondolom, hogy ez most mindannyiunknak szól. Azt gondolom, hogy olvasni jó, Benyák Zoltán pólóin olvasható ez a felirat, holnap megint szerencsém vagy, és beszélgethetek vele közönség előtt is. Én is így nőttem föl, a könyvtár volt a második otthon az oboda mellett annak idején, és azt gondolom, hogy ide mindig haza jártam. A szüleim is olvasnak, a könyv az nálunk mindig érték volt, és az volt az ajándék. Úgyhogy én arra bíztatok mindenkit, aki most hallgatja ezt a riportot, hogy olvasson. Az eseményen részt vett Filóné Ferenc Ibolya polgármester is, aki köszöntő beszédében úgy fogalmazott, minden adott ahhoz, hogy sikeresen záruljon a háromnapos programsorozat. Nagyon örülök annak, hogy idén is sikerült megrendezni. Hagyományosan a fesztiválok sorában, Bonyhádon, városunkban, június közepén mindig az első a sorban, hiszen majd ezt követi később a Bukovina Fesztivál, majd a Tarka Fesztivál. És ez egy picit természetesen másabb jellegű, mint az előbb említett másik két fesztiválunk, de mindegyiket nagyon szeretjük, mert mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Itt a Percekerben, ebben a csodálatos környezetben minden adott ahhoz, hogy egy jó könyvvel a kezünkben, akár leülve a fűbe, rögtön kíváncsiságot kielégítve beleolvasunk, belelapozzunk egy-egy új regénybe. Annak is nagyon örülök, hogy évről évre megtisztelnek minket olyan írók, akikről lehet, hogy 2014-ben például még senki nem hallott, de mára már Magyarország egyik legismertebb és legelismertebb történelmi regényíró, például Bíró Szabolcs, aki immár a 10. alkalommal látogat el hozzánk, és nagyon örülünk annak, hogy minden évben külön készül, hogy Bonyhádra jöhet. Remélem, hogy így lesz ez még nagyon sokáig, és olvashatjuk az újabb és újabb sikeres könyveit. És említhetnék olyan neveket is, akik ugyan nem országszerte ismertek, de számunkra nagyon fontosak, hiszen itt a városban élnek, és évről évre meglepnek minket egy-egy könyvvel. Ilyen például Kollerné Veronka néni, aki idén is egy új könyvvel készült a fesztiválra, és mindig van más Bonyhádi, aki pedig részese ennek a fesztiválnak, így van ez idén is. Nagyon sok színes kísérőprogram van, köszönhetően a Solymár Imre Városi Könyvtár dolgozóinak, vezetőjének, a igazgatóasszonynak a vezetésével. Ők a háttérben nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez a hétvége mindenki számára izgalmas és sokszínű legyen. A szervezők olyan programokkal készültek, amelyekben minden korosztály megtalálta a maga kedvének valót. Én magam gyakorlatilag megfőztem, vagy igyekeztem a hétvégére előre megfőzni, szabad ilyen személyes dolgot is elmesélni, mert gyakorlatilag szinte itt kell, hogy töltse az ember a hétvégéjét, és nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert számosnál számosabb olyan program vár ránk, amit sajnálnék, hogyha nem lehetnék részese, úgyhogy nem fogom kihagyni egyiket sem, és valamikor vasárnap délben meg egyszer
újra a családi lehetek, de ezt egyáltalán nem bánom, izgatottan várom én is, remélem nagyon sok Bonyhádival közösen. És hogy mit olvas szívesen a város első embere? Én alapvetően nagyon-nagyon szeretek olvasni. Igazából olyat, amit én szeretek, és kikapcsolódás címén olvastam, hát meg sem tudom mondani, mikor volt utoljára, mert egyszerűen nincsen rá se idő, se energia, mert mire már oda jutok, hogy én most olvasok, akkor a három oldal után elalszom, és hát úgy meg nem lehet regényt olvasni, de bízom benne, hogy eljön az az idő. Én ilyen gyors olvasással belenézek sok mindenbe, és sorakoznak a polcomon azok a könyvek, amik arra várnak, hogy végre elolvashassam őket. De alapvetően szeretem az izgalmas, kalandos történelmi regényeket, elsősorban igen ezeket, úgyhogy a Szabolcs könyvét nagyon várom, megvan, hiszen ahogy megjelent rögtön, megvásároltuk, de még nem volt lehetőségem elolvasni. A könyvtár rendezvényei ezzel egyébként itt még nem értek véget. A nyáron idén rengeteg táborunk lesz, mint teltházas, lesz olvasótáborunk, robotikatáborunk, tini táborunk, angol-német nyelvi táborunk, illetve most idén először próbálkozunk nagy csoportosokkal, akiknek iskola előkészítő tábort szervezünk. És természetesen nyár végén, augusztus végén pedig egy nyárzáró táborral zárjuk a nyarat. Tehát az biztos, a Solymár Imre Városi Könyvtár ezúttal sem hagyja, hogy bárki unatkozzon a nyáron. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!